Új vízisport kikötő, kemping és strand épül Pilismaróton. Ezen kívül felújítják a kultúrházat és a sportcsarnokot is. Hunyadi Balázs polgármesterrel a fejlesztésekről és a kavicsbányáról is beszélgettünk. Az előző év az egy, mondjuk úgy, hogy átmeneti vagy átvezető év volt, hiszen én május óta töltöm be a polgármesteri tisztséget, tehát a legmeghatározóbb az volt, hogy megismerjem azokat a lehetőségeket és problémákat, amelyekkel nekünk a munkánkat végezni kell. És hát ugye egy háborús év volt, ami a rezsiáremelés kapcsán újabb problémákat vetett fel. Az orvosi rendelő pályázatát kell ismételten kiemelnem, ami egy olyan pályázat volt, ami Zátonyra futott. Ezzel kapcsolatban csődeljárást, illetve felszámolást kellett nekünk kezdeményezni, és kerestük azokat az új lehetőségeket, amelyeket remélem, hogy most találunk meg a napokban. A magyar falus pályázataink közül kettő az, amit tavalyi év során úgy kezdtünk el, hogy az elszámolása már egyrészt folyamatban van, illetve a másik az ebben az évben fog megvalósulni. Ezek mik konkrétan, melyek ezek a magyar falusok? Három van, egy kommunális eszközbeszerzés, egész pontosan, de ezt már lezártuk, és akkor ami most tulajdonképpen csomagban tekinthető, az a kultúrháznak a felújítása, és ott egy 13.700.000-es színpad építése, és van egy fitness park beruházásunk, amit szintén majd a későbbiekben rátérek, egy dunaparti strand és kemping beruházáshoz igyekszünk hozzá csatolni. Beszéljünk egy picit akkor az energiáról, az energiaválságról, mennyire érintette ez a települést, és milyen intézkedéseket kellett hozni ez ügyben. Természetesen óriási mértékben, mint ahogy a lakosságot is, illetve úgy hiszem, hogy az önkormányzatokat hatványozottan. Az intézkedés az ugye nyilván egy energia hatékonysági terv volt, aminek része az, hogy most a pénteki napot azt home office-ban töltik a kollégáim. Emellett ugye a fűtésnek a lejjebb vitele egy 20-25%-os spórolást igyekszünk mi is eszközölni. Annyi szerencsénk van, és az előző önkormányzati vezetésnek a gondosságát és előrelátását is, meg a szerencsénket is ki kell itt emelni, hogy van olyan épületünk, ahol 20 centis hőszigetelés mellett hőszivattyú működik, illetve a napelemek azok a mi helyzetünket könnyítik, de a szolgáltatókkal meglehetősen nehéz volt megtalálni a közös hangot, és bár energetikust foglalkoztatunk, de hogy is mondjam, most az utóbbi időkben is merültek fel olyan megoldandó kérdések, hogy például egy több évvel ezelőtti mennyiségi kvótát fizetünk mi, tehát itt ennek még a jelentős átalakítása folyamatban van, és bízom benne, hogy a túlfizetésünket, az eddigi túlfizetésünket most sikerült megoldani, vagy sikerülni fog megoldani. Beszéljünk akkor az idei esztendőről, milyen beruházások, fejlesztések vannak a Tarsolyban, és mik a tervek a jövőre nézve. Nos, 110 millió forintos összegben a kultúrháznak azon felújítása kezdődik meg, ami egyrészről vízszigetelés, másrészről energiahatékonyság, és az akadálymentesítést is szolgálni fogja. Ez egy méltó környezete lesz minden bizonnyal az itteni közösségi életnek, közösségi létnek. Decemberben kaptuk meg ezt a jó hírt képviselő úrtól, Erős Gábortól. A támogatói szerződés aláírásra kerül, és hamarosan a közbeszerzést is ki kell írni ezzel kapcsolatban. Itt fog megvalósulni ez a bizonyos színpad, ami egyelőre nem zárt terület lesz, csak tetővel, de a későbbiekben ez is megvalósulhat. Emellett a sportcsarnok energetikai korszerűsítése, és itt is nyílászárócsere, a tetőhéjazatnak a megújítása, és a projekt részarányos akadálymentesített feljárása is beletartozik ebbe. Ez egy 120 millió forintos beruházás.
Nagyon bízunk abban, hogy ezt a TOP pluszos beruházást is el tudjuk kezdeni, bár az alapvető prioritás az a kultúrház. Már csak azért is, mert a gyakran emlegetett orvosi rendelő az a kultúrházban működik jelenleg. Az orvosi rendelőről annyit kell tudni, hogy említettem, hogy a kultúrházban van most ideiglenesen ANTS engedéllyel a rendelőnk, hogy elképesztő mértékben megugrottak az építőanyagnak, a építőanyagoknak a költségei, és amit korábban terveztek, az nagyjából egy 90 milliós beruházás, az most 150 millió forint körüli érték. És a miniszterelnökséghez nyújtottunk be most egy kérelmet, egy pályázatot gyakorlatilag dr. Ágostházi Szabolcs államtitkár úrnál van a kérelmünk, amiben kiegészítő támogatást kérünk, óriási összeg, tudom, de ahhoz, hogy ez az orvosi rendelő ne torzóként maradjon itt, kénytelenek voltunk 85 millió forintos többlettámogatást kérni, tehát minden követ megmozgatunk azért, hogy legyen Pilismarótnak egészségügyi ellátása. Mindezeken kívül milyen tervek vannak még a tarsolyban? Ami egy új dolog, és egyelőre eddig a koncepciója van csak meg, de azért a csakot idézőjelbe rakom. Régi álma sokaknak itt Pilismaróton, hogy a Dunapart térsége, az idézőjeles strand és kemping az egy olyan környezetet nyújtson az ittenieknek és az ide látogatóknak, ami méltó ahhoz a csodálatos természeti környezethez, ami itt található, és itt egy olyan koncepciót dolgozunk ki közösen egy konzorciumi, lehetséges konzorciumi partnerünkkel, ami az aktív és ökoturisztikai, kulturális központunkat fogja megcélozni, hogy ez megvalósulhasson. Itt teljesen mindegy milyen néven, de egyébként ide illő Parti Fecske néven egy csodálatos komplexum jönne létre, vízi színpaddal, sportolási lehetőséggel, ugye ide tervezzük azt a bizonyos fitnessparkot, amit szintén magyar faluból kéne, hogy megvalósítsunk. Idén bízom benne, hogy végre ezt a pályázatot ki fogják írni, ez is egy uniós forrás, ez egy TOP pluszos pályázat lesz, és akkor addig mi előkészítjük a jogi környezetet arra, hogy ezen a pályázaton a konzorciumi partnerünkkel elindulhassunk. Ha minden simán megy, várhatólag mikorra készülhet el ez az új strand? Hát ugye látni kell majd a pályázati kiírást, de a 2024-es évet szeretnénk ezzel megcélozni. Tudjuk, hogy az a környezet, ami most ott a Dunaparton infrastruktúrálisan rendelkezésre áll, az nem elegendő ahhoz, hogy kulturált körülmények között tudjunk fogadni vendégeket. Tehát 2024 a cél. Beszéljünk akkor még egy picit a Kavics bánya kérdéséről is. Mi a helyzet most ez ügyben? Mert ugye hallani mindenféle információt mindkét fél részéről. Hogyan áll ez most és mi lesz ezzel? Ugye jól fogalmaz, hogy két fél részéről. De igazából az lenne, én azt gondolom, a praktikus és az igaz, hogyha itt egy félről kéne beszélni. Pilismarótról, Pilismarót érdekéről kéne beszélnünk. Már kampányom során is mondtam, hogy ez környezetvédelmi, jogi és gazdasági kérdés. Amellett, hogy ezen szakterületeknek én nem vagyok meghatározó szakembere, nem vagyok az, aki tökéletesen ebbe belelát, de több oldalról megvilágítottam ezeket a kérdéseket, és elsőként a legmeghatározóbb számomra, hogy környezetvédelmileg nem okozna a beruházás problémát. A jog kérdésébe abszolút nem akarok belemenni, itt pro és kontra vannak érvek. A gazdaságossággal kapcsolatban és a gazdasági kérdésekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az eddigi 10 millió forintos bevétel helyett sikerült ezt az összeget 80 millióra, 80 millió fölötti értékre feltornázni. Amellett, hogy egy szerződés aláírásakor 100 millió forintos tételt is az önkormányzat számlájára eljuttatnának.
De nem is csak erről szól, hogy itt egy kavics és homokkitermelés zajlana, ezt már régen túlhaladta a beruházásnak a lehetősége, hanem itt ez egy idegenforgalmi beruházássá is válna, mert a 25 év az valóban egy őrült nagy időtáv, és ehelyett én 5 éves ciklusokat céloztam meg, és a beruházó a partnereivel együtt azt gondolja, hogy igen, ez megvalósítható, és 5 évente tulajdonképpen átadható lenne egy tórendszer. Tehát nem egy nagy tó, hanem több kisebb tóból állna ez. Az első az egy olyan ökoszisztémát, teljes ökoszisztémát bemutató tó lenne, ami, még egyszer mondom, a beruházás kezdetétől 5 éven belül átadható lenne. Csónakázótavat is, horgásztavat is terveznek ide, úgyhogy én azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne ez ügyben, hogy őszintén a mendemondák vagy pletykák helyett mindenki kirakhassa azt, ami a tarsójában van. A terveket, amit a bányaberuházó és partnerei elkészítettek, a testületünk most leszavazta, illetve a terveknek a publikálási lehetőségét. Én a népszavazásnak nyilván nem vagyok, nem is lehetek az ellensége. Bármikor, amikor erre sor kerül, akkor én úgy gondolom, hogy a lakosság adjon a véleményéről olyan hangot, ami akkor egy meghatározó döntés lehet. De addig, amíg mi nem ismerjük azt, hogy mi van a mérleg egyik és másik serpenyőjében, addig ez ügyben nem lehet korrekt döntést hozni. Ha korrektségről beszélünk, akkor azt is ki kell emelnem, hogy már régen túlhaladtuk azt a sokak számára tényként közölt történetet, hogy itt közúti szállítás lenne. Nem, ismételten és sokatszor hangsúlyozom, hogy nem lenne közúti szállítás. Sikerült ezügyben is megállapodni a beruházókkal, hogy csak is kizárólag vízi úton vinnék el a kitermelt nyersanyagot. Emellett a legkorszerűbb technológiának az alkalmazása is. Most a szándéknyilatkozatról beszélek, az már írott formában megvan, de természetesen ezt jognyilatkozattá kell és lehet formálni, hogyha oda jutunk. Emellett, ami még gyakori kérdés, hogy mi van abban az esetben, hogyha a céget értékesíti, az evidencia, hogy bármilyen értékesítésnél az új beruházó, de ez csak egy hipotézis, hogy bárki ezt el akarná adni, az ugyanolyan kötelmekkel kell, hogy tovább vigye a dolgokat, mint ahogy a GM Pro Kft. Vinné, amennyiben eljutunk ide. Mikor kerülhet pont az ügy végére? Ezt én nem tudom megmondani, tehát ehhez most már lassan jósnak kell lenni. A környezetvédelmi engedélyt a kormányhivatal megsemmisítette, és új eljárásra kötelezte gyakorlatilag a résztvevőket. Tehát most itt tart ez az ügy. Milyen további tervek vannak még a településsel kapcsolatban, így a végén beszéljünk még egy kicsit erről. Az utak és a járdák állapota az sajnos elképesztően rossz nálunk. Bíztam abban, hogy tavasszal lesz kiírva az az MFP-s pályázati csomag, aminél akkor mi is elindulhatunk ezen, de ez őszre tolódott, még a tél előtt meg kell valósítanunk különösen néhány utcának a tragikus állapota miatt azokat a felújításokat, amelyeket most részben, de csak minimális részben tudunk saját forrásból megoldani.